Kiállítás nyílik a Rögpalotában, mégpedig a nyári tárlathoz kapcsolódóan. Egészen pontosan hogyan kapcsolódik a nyári tárlathoz, és hogy jött az ötlet? Valóban Hérics Nándor a Művészet szabaddá tesz című kiállítását fogjuk nyitni. Ő rögdíjas, tehát így kapcsolódik a tárlathoz. Mi egy fél évtizeddel ezelőtt kitaláltunk egy olyan díjat, ami rögdíj, ami egy kiállítás, egy nagy szabású reprezentatív kiállítási lehetőséget biztosít a győztes művésznek. Így néhány évvel ezelőtt Nándor lett ez a művész. Mostanra valósul meg idénre ez a kiállítás, és hát egy a Rögpalota két szintjét, minden egyes kiállító termet érintő kiállításról van szó, hiszen itt egy nagyon gazdag kortárs alkotónak az életművéről, tehát egy nagyon gazdag életműről beszélünk. Ő az alkalmazott grafikától, tehát a reklámgrafikától kezdve a képgrafikán át a festészetig, az installációig, mindenféle műfajba, technikában alkot. Úgyhogy a bőség zavarával küzdöttünk, tehát ebből kellett válogatni, úgyhogy két tematikát adtunk meg erre a kiállításra. Az első szinten sötétben leszünk, fényinstallációk, neoninstallációk, fényplasztikák, konceptuális művek láthatók, a felső részen pedig a magyar könnyű zenei élet plakátja, hiszen azért azt tudni kell róla, hogy az elmúlt 3-4 évtizedben ő több száz plakátot készített. Ebben beat, pop, rock, underground, punk zenekarok, tehát szinte évről évre, vagy évtizedről évtizedre a stílusváltások is követhetők majd ezen a kiállításon, és még színházi, sőt, musical plakátokat is láthatunk, tehát ez egyfajta ízelítőt ad az ő munkásságából, sőt, a csütörtöki megnyitón ennek a könyvnek, tehát a plakátos könyvnek a bemutatója is itt lesz a megnyitón, hiszen ez most jelenik meg egészen új, friss kiadványként. Meddig látható ez a kiállítás? Csütörtöktől látható a kiállítás, és egészen a Rögpalota felújításáig, tehát március közepéig, utána két hónapra bezárunk, és majd a tárlattal fogunk jelentkezni újra. Milyen egyéb attrakciók várhatók még a felújításig, illetve mondjuk ugye a felújítás utáni két hónapban a tárlat mellett? Mikvel várja még a Rögpalota a látogatókat? A tárlathoz nyilvánvalóan különböző eseményeket is szeretnénk, pont azért, mert egyfajta fluktuációról... Az ő munkássága és a fluxushoz kapcsolódik, ez egy olyan művészeti irányzat volt a 60-as, 70-es években, ahol tudjuk, hogy összekapcsolódtak különböző művészeti ágak. Hiszen a 60-as, 70-es években könnyű zene, festészet, képzőművészet, kortárs irodalom és a film, azok nagyon-nagyon sokszor együtt szerepeltek, nagyon hasonló problematikák foglalkoztatták. Nem csak a közép-európai blokkról beszélek, Nyugat-Európára is ez jellemző volt. Ennek következtében például a könnyű zene, az, hogy ő ennyire benne volt a könnyű zenei életben is grafikusként, több zenész szeretnénk meghívni, akár tárlatvezetésekre, sőt lesz egy film, két film is lesz, egyik az ő életútjáról egy interjú, a másik pedig zenészeket megszólaltatva, itt a Pataki Attilától, a Brodin keresztül, a Kóborig sokan fognak megszólalni, és reméljük, hogy néhányukat személyesen is üdvözölhetünk majd a kiállítások alatt. Tárlatvezetéseket is rendezünk. A két hónapban, amikor bezárunk, van egy tervünk, mégpedig az, hogy ne maradjon rögpalotás kiállítás nélkül a város, szeretnénk az utcára kivonulni. Tehát, hogy a kortárs művészetet valamilyen módon addig is, amíg a palotába nem tud bejönni a látogató közönség, addig is azért csináljunk kiállításokat, készítsünk, szervezünk kiállításokat. Én az egyetemi hallgatóimmal, hiszen két évvel ezelőtt a Bölcsészkaron, a Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészkarán elindítottunk egy kurátori MA képzést, és a szemináriumomban 11 néhány hallgatóval az előző fél évben is ez volt a feladatuk, hogy tervezzenek szegedi közterekre ez alatt a pauza alatt különböző kiállításokat, azzal a kitétellel, hogyha megvalósítható, akkor megpróbálunk erre pénzt szerezni, és akkor így a Rökön keresztül mégiscsak megjelenik a kortárs művészet. Nagyon érdekes ötletek jöttek be, tehát ezt adták le a vizsgai időszakba dolgozatokként. Remélem, hogy néhányat meg fogunk tudni valósítani, úgyhogy a terv az, hogyha financiális háttere meg lesz, akkor néhány progresszív, elsősorban tényleg fiatal képzőművészeket, hiszen a programnak ez volt az egyik fő apropója, hogy olyan képzőművészeket mutassunk be, akik akár pályakezdők, tehát most indulnak a pályán, és hát valamilyen módon Szeged közönségének be tudjuk mutatni az ő munkásságukat is. Úgyhogy a tervek megvannak, ha tényleg meg lesz ennek az anyagi háttere, akkor ebben a két hónapban is szeretnénk kiállításokat szervezni, tehát nem marad Rögpalota nélkül két hónapra sem a város, hanem igyekszünk itt a köztereken is reprezentálni, utána pedig jön a tárlat.